A fehérvári közgyűlés mostani döntése értelmében 8 üres álláshely, 79 munkavállaló és a munkavégzésükhöz szükséges eszközök, valamint ingatlanok kerülnek át az államhoz. A megállapodás a január 1-ével felálló Székesfehérvári járási hivatal zökkenőmentes indítása érdekében történt. Én abban bízom, hogy 2013. január 1-től továbbra is magas színvonalon lesz képes akkor már a járási hivatal például az okmányirodai feladatok ellátására, hiszen a bizonyos értelemben mindegy, hogy az állam vagy az önkormányzat lát el egy feladatot, azt gondolom, hogy a székesfehérvári polgárokat az kell, hogy érdekelje, hogy ez megfelelő színvonalon történjene. Január 1-től egyebek mellett az okmányirodai, a gyámhivatali és a szociális ügyek jelentős része a Székesfehérvári járási hivatalhoz kerül. Az okmányiroda marad régi Koch László utcai helyén, a többi hivatali ügyet a Honvéd utca 8 szám alatt kell majd intézniük a fehérvári járáshoz tartozóknak. A járási hivatal január 1-től teljes egészében átveszi az okmányiroda és a gyámhivatali munkákat, de ezen kívül a szociális ügyek jelentős része szintén járási hivatali hatáskör lesz. Környezetvédelmi hatósági ügyek is kerülnek át a járási hivatalhoz. A megállapodás megkötése egyébként egy közszolgálati ellenőrzéssel is járt, melynek során a Fejér megyei kormányhivatal mindent rendben talált a polgármesteri hivatalban.